addig bulizunk egy jót, jó? Felszállunk, gyere szállj velem! Szólt fél, legrégebbi dalom. Most pedig, ha megengeditek, jöjjön az egyik legújabb. Szerencsére jó idő van, úgyhogy nincs veszély. Viharfelhő. Összezárt veled ez a viharfel. Megállt és felgyorsult az idő. Mi marad ebben? Kiderül minden. Sohasa késő. Sohasa késő. Késő. A sorsvonal a tisztán látható. Mesztelen a lélek, mint a tiszta tó. Eldobok mindent, ami lent tart, ami megkült. Mossa az eső, mossa az eső. És most itt van a vihar. A tépi állatunk a szél. A szél. I'm not afraid of the dark.
jobban keresem. Ez a vihar hosszabb lesz, most azt hiszem. Te vagy az élet, minden más, csak múlt idő. Mossa az eső, mossa az eső, és most itt van a vihar. Letépi állarcunk a szél, a szél. És itt van a vihar, szemembe néz, hogyha félnél. És felgyorsult az idő, az idő, az idő. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok. Most pedig, hát, kis bajban vagyok, mert nagyon fiatalnak néztek ki. Úgy látom, hogy igen, még nem értetek a 80-as években, úgyhogy muszáj. Következő. Hát igen. Egy másik generáció vagytok, nem baj. Picit beszélgetünk csak, jó? Fölvilágosítalak benneteket egy-két múltbéli dologról. Volt még olyan, hogy fekete-fehér volt a tévé, hétfő adásszünet, két csatorna. Hát ilyenek voltak, ezek a mi gyerekkorunk. Nagyon fontos jellemzői, hát meg egészen máshogy hallgattunk zenét, mint ti mostanában. Nem a mobiltelefonunkat nyomkodtuk, hanem különböző ilyen dobozszerű dolgok álltak rendelkezésre. Volt a rádió, a magnó, szalagos magnó, az már egy kicsit fancy dolog volt, meg hát azt hiszem, hogy az egyik legilyen elitebb dolog volt a bakelit lemez. És, hát kit hova rak le a gólya, nekem nagy szerencsém volt, apunak óriási bakelit gyűjteménye volt, ez a mai napig megvan egyébként. És nagyon-nagyon szerettem ezeket a nagy, nem tudjátok mi a bakelit, elmondom. Csak a történet szempontjából annyi fontos, hogy egy ilyen nagy, általában fekete korong volt, amit egy papírtokban tároltak. És itt jön a lényeg, ugye nem a telefonunkon lévő ilyen körömnyi képet kellett nézni, hanem hát viszonylag nagy képeken megjelentek, vagy művészi alkotások, vagy fotók a zenekarról, vagy az albumról, amit éppen hall. Hát nem volt ekkora, meg nem volt kerek egész. Ő poénja, de neki nem volt mikrofonja, úgyhogy le tudtam nyúlni. Na, szóval visszatérve a bakelit lemezekre, azokban a szürke hétköznapokban, amikben mi fölnőttünk, hát elképesztő szint hoztak ezek. Volt egy magyar zenekar, nem hiszem, hogy hallottatok róla, úgy hívták őket, hogy Hungária. A zenekar ezt a rock and roll nevű általatok ismeretlen műfajt játszotta, és mondom, azokon a borítókon, amiket például ők megjelentek, nem csak a zenéjük volt színes, hanem hát a zakó, meg a nadrág, meg fú, óriási lázadás volt, színesre festették a hajukat. És még egy valami, a napszemcsik. Ma már bármelyik benzinkúton megkapod bármelyiket, de akkor az maga volt Amerika. Érted? És hát, jó lett volna őket élőben megnézni. Nem csak hallgatni, boldog születésnapot. Bedobta ezért a aduásztak. Tessék? Szülinapja van. Mondtam már, hogy boldog szülinapot. És mindenkinek a boldog szülinapot, aki idén tartja. És csak a te kedvedért, mert egyébként nem lett volna, lesz ma a lehetsz király. Mielőtt megkérdez.
Miért valaki a harmadik sorból bekiabálja, jó? Na jó, nem jutok a sztori végére, hogyha mindig válaszolok mindenre. Szóval volt ez a Hungária nevű zenekar, és nagyon szerettem volna ott lenni egy koncertjükön. De hát szó nem lehetett róla, pici gyerekként nem akartak a szüleim se bajba sodorni. Valójában ők akartak bulizni, ez volt a lényeg. Nem akartak a nyakukba cipelni. Én mégis ott voltam az utolsó buliukon. Hát veletek ellentétben én olyan öreg vagyok, képzeljétek el. Én láttam élőben a Hungáriát, képzeljétek el. De az eredetit, szóval nem azt, amikor már összeálltak, meg most 24-ben is lesz buliuk, szóval az igazi eredetit. Az utolsót, mert hogy föloszlottak, de előtte tartottak még egy óriási bulit, és akkor itt jön megint a szerencse, hogy hova rak le a gólya. Pesti gyerek voltam, vagyok, és a Corvinnál volt a színpad. Úgyhogy semmi más dolgom nem volt, mint megfűzni az apámat, hogy vigyen el. Hosszú hadjárat volt, de sikerült. Hát az előbb lelőttem, hogy ott volt. Egy dolog azért még várt rám, majd mindig mindenhonnan elkésik. Úgyhogy rágtam a fülét, hogy ez fontos, utolsó koncert, nem lehet megismételni, hogy legközelebb időben érkezünk. Ja? Pontosan érkeztünk, képzeljétek el. Össze. Egészen pontosan az utolsó dal utolsó hangjára. Mondom, érezte a fontosságát a dolognak. Megnézte, mettől meddig tart a buli, és a második számot megjegyezte. Azt az egészet azért, mert meséltem el, nem kamusztam, láttam a Hungáriát élőben levonulni a színpadról. Most én azóta ott állok. Hát azt értitek, hogy ez egy kisgyereknek mekkora törés. Szóval én onnan datálom, valószínűleg azért keveredtem a színpadra. Onnantól kezdve, hogyha láttam pár embert, vagy egy mikrofont, akkor muszáj volt elképzelni, hogy milyen lehetett volna, ha én ott vagyok ezen az igazi utolsó, ahogy ők hívják, utcaválón. Na most egy kis pszichoterápia fog következni, ne haragudjatok érte. 3 percben ezt kell elszenvedjétek. Vagy tudjátok mi? Még az is lehet, hogy élvezni fogjátok. Minden esetre jöjjön egy Hungária, jó? Mondjuk a Csók király. Majd mutatok egy pár lépést is, jó? Mehet! Csók király, csikát, a velem beköltözött. Bekapcsolja magnóját, a rock'n'roll száll az utcáját, a vonal a lányokát. Szívosan az a teljesen látunk őt, a lelkez áll, ez a magnó rönt. Róla szvámi nem mozja, 15 perc a rekordja, nem húzott szmarnál az jó mert. Ő a Csók király, ő a Csók király, ő a Csók király, Csók király. Lecke. Azért megismételjük, jó? Ha ezt meg, jöhet a második, figyelj! Ő a Csók király, a Csók király. A lányos lesben áll a szüvedet, de ő csak lazán tesétál, az úrvizetben rét szobál, az úrvizésre megőrzolatot jár. Karjai közt kiválaszt a vidát, oltári nőjön sosz a nyakát. Oh,
Said I think England it will be. Oh wow. Na fiatalok, ez a rock and roll. Jó? Jegyezzétek meg, jó kis műfaj. Egyébként én nem is kellett annyira magyarázni, csomóan énekeltetek. Igen. Ami azért jó hír, mert... Kicsit zavarban vagyok. Nem tudom a következő dal felét. Sajnos ez az igazság. Nem tudok mit tenni, pedig én szorgalmas is vagyok meg. Viszonylag könnyen tanulok szöveget. Ez a refrén, meg legalábbis a másik fele, ez nem megy a fejembe, pedig hát már, nem tudom, 10 éve legalább volt ez a Nagy Duett című műsor, amire megtanultam. Peller Marian volt a partnerem, és hát tudjátok, színészként ilyen vastag könyvet is bemagol az ember, és ez megy a premierig. De az vesse rám az első követ, aki nem volt hasonló helyzetben. Ti is voltatok már, higgyétek el. Csak nem színpadon, hanem amikor feleltek például, ugye? Hát volt már olyan mindenkinél, nem, hogy megtanulod az anyagot, és a következő órán már nem csak azt nem tudod, hogy miből feleltél, hanem melyik tárgy volt az, ugye? Na, valahogy így vagyok én is ezzel, hogy van ez a dal. Na mindegy, nem húzom az időt. Azt remélem, hogy velem éneklitek. Vagy helyettem, vagy nem tudom. Maria helyett. Na 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 na. De most mi jön? Tényleg így van most. Magna cum laude, vidéki sanszon. Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Milyen fontos mondat. És ha már ilyen jól énekeltek, akkor tanuljátok meg a nagyon nehezen kialakított koreográfiámat. Jó, figyelj! 20 000 ékezzel, és azt mondtál, hogy ez az a hely, ahol minden sikerült megnézni. Az ide sajnos nem mehet, mert a... Jó, a céges buliba voltatok már pár. De erre nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne, majd lassan utána engedne, mert hirtelen nyílt a föld alattam, te eltűntél, én meg itt maradtam. Már bevesz a part felé, még várat, a világ fordít neked hátat, s a utat. Na most lebuktatok, mindenki tudja a dalt, ugye? Hogy honnan jöttél, na-na-na. Most van baj! Tudod! Nagyon jó a kórus, megnézek benneteket egyesével, várjatok csak! Na 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 na, utolsó visszakerül, jó? Na 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 na.
abszolút jogos a taps és a sikor. Nagyon köszönöm. Köszönöm a segítséget. Jó. Azért ne akkora legyen a legnagyobb, amikor ti énekeltetek, jó? Nem, ez egy kis hiúság. Nem? Hát meg egyébként is. Ha már tévés műsorok, nem maradhat ki egy nagyon nagy kedvenc, talán ma este is van, ugye? Sztárban sztár. Jó, hát egy ilyen kis kinövése leszek. Ez még ott van a végén. Nem tudtátok, fogadjunk egy csomóan, de az első évadban, amit versenyző indultam, ezt onnan tudom, hogy nem tudtátok, mert időnként kapok leveleket. Hát kaptam, mert beültem a zsűribe egy pár adásra, vagy pár évadra, és írtátok páran, hogy minek szólok bele olyanba, amihez nem értek. És akkor megpróbálom minden kedvesebben visszaérni, de most akkor egy ilyen csoportos e-mailbe üzenném, hogy én nyertem az első évadot. Szóval, hogy nagyjából tudom. De most egyszer kicsit kitekerjük, jó? Mert anyukámtól azt tanultam, hogy nem megyünk üres kézzel sehova, úgyhogy én hoztam, hát ha nem is valami, de valakit, sőt valakiket. Barátaimat, akiket megismerhettem a műsor után. Mert hogy az összes olyan magyar előadóval találkoztam, képzeljétek el, a műsort követő egy év alatt, akit a műsorban megszemélyesítettem. Sőt, volt olyan, akivel még meg dolgoztam is együtt, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat adott ez az időszak, és olyan barátságokat kötöttem, hogy most eljöttek velem. És fognak énekelni. Igen. Most már egészen biztosan nem jönnek színpadra. Így csináltam egyszer, hogy kétszer, és mindenki azt nézi, hogy... Közben meg ez az én műsorom, engem tessék nézni. Mondtam már, hogy nagy... Mondtam az előbb, hogy hiú vagyok. Ide. Nem. Jó, fognak... Jó, kösz. Fognak énekelni, nem jönnek színpadra. Kapnak mikrofont. Ha ügyesek és jó a tapsakok, kaját is kapnak. Egyébként nem. Meg le van húzva az ablak szépen, szóval kapnak le. Jó? Én meg learatom a babérokat. Jön egy kis sztárban sztár. Jó estét! Fáradnak tűnt, mint nem a régi volt, a tűnt, ahová mindig soha régi lett, az a régi lett, ami felben léptek, s megszerettek. Nagy utat áll, azt mondta, ez az ég nem marad meg, az ember soha I'm
szép, hogy mást is áll. Voltak olyanok, akikkel nem találkozhattam, de van egy srác, akit az egyik legnagyobbnak tartom, hanem a legnagyobbnak. Úgyhogy ő nem tudott elkísérni, de azért megidézhetjük, nem? Úgy hívják, hogy Michael Jackson. Ez meg itt a Billie Jean. Oh,
mosolyát.